Az egykori Videoton étterem helyén létesülő áruház építéséhez kapcsolódnak azok az átalakítások, amelyek érintik mind a pozsonyi, mind a berényi úton közlekedőket. Az áruháznak két közúti kapcsolata lesz, az egyik a pozsonyi útra, a másik a berényi útra kapcsolódik. A Berényi út felől 70 új fát ültetett el a beruházó, azokat a bálványfákat pótolva, amelyek az építkezés megkezdésekor ki kellett vágni, ugyanis a terület kerítésében ültek bele. A Pozsonyi út felől épülő parkoló megközelíthetősége miatt vált szükségessé a pozsonyi úti buszmegállók átépítése, egy kanyarodó sáv kiépítése. Ehhez kapcsolódóan vezettek be ideiglenes forgalmi rendet a Pozsonyi út Karinthy-Frigyes és Németh László utca közötti szakaszán. Az áruház építése során a beruházó a Pozsonyi úton balra kanyarodó sávot épít ki, és lesz egy új gyalogos átkelőhely a Katona József utcánál. A tervek szerint a május 10-éig tartó munkálatok idején több ütemben vezetnek be korlátozásokat, attól függően, hogy az út melyik részén dolgoznak. A busz megálló áthelyezések és a járdaépítések miatt a gyalogos forgalmat is terelik majd. Deák Lajosné a terület önkormányzati képviselője elmondta, annak ellenére, hogy az építkezés az áruházlánc magánberuházása szorgalmazta a nyilvánosság tájékoztatását az ügyben, és a környékbeli lakosok felmerült kérdéseire is választ keresett. Arra kérik mind a gépjárművel, kerékpárral, illetve gyalogosan közlekedőket, hogy kövessék a kihelyezett jelzések útmutatásait, tartsák be a sebességkorlátozásokat a dolgozók és saját épségük védelme érdekében.